Sziasztok! Igen, manapság ezzel szoktam magam, hát nem is fárasztani, hanem szórakoztatni, hogyha van olyan előadás, amihez lehet kapcsolódó kísérleteket csinálni, akkor miért ne tennénk ezt. Azért a diszlokációk kicsit uh, kifogtak rajtam, mondjuk így, mert vagy... Ilyen nagyon jó mikroszkópok kellenek, amiket láttunk az előadásban, vagy pedig ö, egy kristályokat kell csinálni, tehát, hogy egy kicsit nehéz meg, amúgy is maga a diszlokáció, mint fogalom, szerintem nehéz megfogni. Amiről talán nem esett szó, az az, hogy a, az ilyen nagyobb fémek, azok ö, szemcsékből állnak. És a diszlokációkról pedig azt kell tudni, hogy ha valamilyen erőhatás deformáció éri az anyagot, akkor ezek a diszlokációk elkezdenek ö, menni a térben, viszont a szemcsehatárokon nem tudnak túljutni. Hogyha mi elkezdünk egy ilyen nagyobb fémet, mint mondjuk ezt a részhuzalt valahogyan deformálni, majd mindjárt megmutatom, hogy hogyan, akkor a diszlokációknak a számát meg tudjuk uh, növelni az anyagban. Ez azt fogja eredményezni, hogy ezek a diszlokációk tudják egymás mozgását akadályozni, és maga az anyag fel fog keményedni. Tehát, ahogy említettem, itt van egy, egy része ebbe a, a fúróba befogva, és csak hogy lássátok, hogy nem csalok, most levágok róla egy kis darabot, még a deformáció előtt. Jó, ezt elteszem ide. És most be fogom fogni satuba, próbálom nem eltörni, és párszor csavarok rajta, ezzel a diszlokációk sűrűségét fogom növelni az anyagban. Lehet, hogy egy picit jobban ráfogok, mert úgy tűnik, hogy Jó. Innen nagyon közelről, nem is tudom, hogyha a kamerába mutatom, akkor látszik-e, de egy picit látszik, hogy megcsavarodott. Szerintem ez inkább a borítása miatt van. Um, nem tudom, hogy látszódik-e. Ilyen influenceresen bemutatjuk, ez itt a részhúzó. Jó. Egyébként direkt próbáltam olyat választani, amit otthon is meg lehet csinálni. Na már most erről le fogom vágni azt a részt, amit itt befogtam, mert ez egy picit megtört. Azt lehet látni, igen, ezt nem mutattam meg az elején, hogy ezt már nehezebb egyébként meghajlítani, de mindjárt jobb demonstráció is van erre. Megint csak, hogy ne legyen csalás, itt van az eredeti. Levágok egy körülbelül ugyanakkorát. -e és most egy viszonylag puha fába megpróbálom az eredetét belekalapálni, de látszik, hogy ez elhajlik. Mondhatnánk azt is, hogy én vagyok a béna, ez is teljesen előfordulhat, de hogyha más is idejön és megpróbálja ezt megcsinálni, akkor ez el fog hajlani. Még egy picit levágok belőle. Megpróbálom még egyszer, de ezt nem igazán. Egy nagyon picit nyilván felsérti a fának a, a felületét. Vagy látszik, vagy nem? Semban hozom. Oké. Okay. Jó, tehát itt, itt próbáltam beleverni. De nézzük meg azt, amelyiket megcsavartam. Ez is egy picit azt még elhajlik. Akkor csavarunk még rajta egy keveset. Jó. Most már elkezdett a borítás is lejönni róla. Levágunk róla meg egy darabot. Érezhetően keményebb. Más a hangja is. Ez is elferdül, de ez már így szépen benne marad, jobban bele lehet kalapálni. Jó, úgyhogy elhittük, Köszönjük szépen! Ez az egyik, viszont, hogyha ezt megmelegítjük, akkor azzal vissza fog egy kicsit puhulni, hiszen a szemcse határokat meg tudjuk vele változtatni. Jó és ezt most én egy másik fémmel fogom, és ezt el kell, el kell hinni mindenkinek, mert eléggé meleg, hogy ez puhább lesz. Direkt azért hoztam olyan kísérleteket, amiket meg lehet csinálni otthon, hogy senki ne vegye az én szavamat most így készpénznek, hanem próbálja ki, és járjon utána, mert ez a legizgalmasabb a kísérletezésben. A másik, amit pedig hoztam, ez egy nagyon érdekes uh, demonstráció igazándiból. 1952-ben mutatták be a tévében. Sir Lawrence Bragg csinálta, végezte el ezt a demonstrációt, akit egyébként a rönggenkrisztallográfiából is ismerhetünk. Nobel-díjat kapott apukájával együtt fizikából, és uh, ebben az adásban egy uh, buborék modellt a buborék mutattak be, ami a fémeknek a szerkezetét hivatott modellezni. Ugyanis, hogyha fogunk egy kis glicerint, szappant és vizet, és ezeket egy ilyen viszonylag sötét tálcára tesszük, illetve szerzünk a, a patikából injekciós tűt, meg egy ilyen jó kis um, hát, fecskendőt, igen, lehet fecskendőt is szerezni, de, de hogyha tudunk uh, esetleg egy olyan uh, levegőpumpát, ami viszonylag lassan nyomja a, a levegőt, akkor, akkor annak a végére is tehetjük ezt az injekciós tűt. Én most ilyet nem találtam otthon. A lényeg az, hogy ilyen kicsike buborékokat kell csinálnunk, ezt úgy tudjuk elérni, hogy a tűt mozgatva, igen, és nem lehelve meg rá lélegezve. Tűt mozgatva ezeket az apró buborékokat megcsináljuk, úgy, hogy a fecskendőt viszonylag egyenet, egyenletesen nyomjuk, akkor fogunk szép, hasonló, nagyságú buborékokat kapni, és azt lehet megfigyelni, hogy ezek a buborékok bizonyos rácsot alkotnak, amik hasonlóak egy kristályrácshoz. Most én ezzel el fogok itt játszani egy darabig, de ezt is mindenki otthon kipróbálhatja. Addig elmondom, hogy hogyan lehet szebb kísérletet ö, csinálni, hogy jobban nézzen ki, hogyha esetleg valaki mondjuk fekete tálcát szerez, vagy tud olyan tűt, ami üvegből készült, és még ennél is kisebb az átmérője. Most az lesz a lényeg, azt kell látni, hogyha elég sok buborékot csinál valaki, akkor megfigyelhetőek szemcsehatárok. Mindjárt mutatok párat kézzel. És hibák is. Például én most már innen látok egyet, nem biztos, hogy a kamerán is látszik, de van egy vakancia, ami egy ilyen kis hiba, illetve vannak nagyobb, kisebb, nagyobb buborékok, amiket csináltam, ezeket is ilyen szerkezetbeli, anyagbeli hibáknak vagy szennyezőknek tekinthetjük. Másik pedig, ami még nagyon jó, hogyha alulról esetleg meg tudjuk világítani, és egy átlátszó uh, kádunk van. De most is szeretném hangsúlyozni, hogy olyat szerettem volna csinálni ami mindenkinek otthon elérhető. A patikában meg ezeket az injekciós tűket meg lehet kapni pár száz forintért, ugyanúgy, ahogy a fecskendőt is. Jó, van elég buborékunk, és körülbelül mondjuk itt lehet látni egy szemcse határt, igen, a kamerába, kamera képét nézem én is, picit más ott a határon a szín, ott vannak kisebb buborékok is, amik most szennyezőnek lehet tekinteni, és hogyha fogunk, ez szerintem egy krémkenő, megint csak így mutatom, és ezzel elkezdjük tolni ezt a fém modellt, akkor először elérkezünk ide a másik szélére a tálcának. Hát szóval, jó. Akkor lehet látni, hogy átrendeződések lesznek. Ezeket hívjuk a diszlokációknak a vándorlásának. És hogyha én ezt egy másik irányba húzom, akkor megfordul az ő vándorlásuknak az iránya. Ezen kívül még egy csomó mindent meg lehet figyelni, de ahhoz tényleg felülről kell nézni, és mindenféle egyeneseket kéne behúzogatnunk. Úgyhogy akit, akinek felkeltettem most az érdeklődését a diszlokációk iránt, illetve az előadás felkeltette az érdeklődését, az meg tudja nézni Bregnek az eredeti 52-es tévéadását. Méghozzá a Youtube-ba kell beírni azt, hogy a Bubble Model of Metal Structures és Lawrence Bragg és ki fogja hozni egy körülbelül 16 perces videó, a burgers is elmagyarázza, meg hogy milyen diszlokációk vannak, úgyhogy én ezt mindenkinek ajánlom a figyelmébe, illetve megkérem majd, akik felteszik a YouTube-ra YouTube, videó, a YouTube ezt a videót, hogy tegyék be a leírásba. Köszönöm szépen a figyelmet!